Amelia Követ úr, tisztelt Kapstán, Nagykövet úr, Nagykövet urak és hölgyek, kedves jelenlévők, igazgatóasszony, kedves meghívottak. Tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Budapesti Zsidó Múzeumban. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétünket, megtisztelik kiállításunk megnyitóját. A mögöttem lévő széder tálak előtt én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen Fischer Mohr szellemiségének megidézése. És hogyha a mottót egyetlen egy mondatban kellene összefoglalni, akkor azt mondhatnám, hogy jelenen átívelő múlt és jövő összekapcsolódása jelenik itt meg a Fischeri örökség által. Nekünk maikor emberének feladatunk az érték megőrzés és jövő generációk számára történő átörökítése. És hol lehetne ezt méltóbb környezetben megtenni, mint Fischer Mohr szellemiségét bemutató ünnepi kiállításunk alkalmával. Mondhatnánk azt is, hogy Fischer Mohr jelentette a Herendi manufaktúra gyökereit, ebből növekedett ki az a közel két évszázados fa, amelynek évről évre megújuló lombkoronáját nekünk a mai kor embereinek kell folyamatosan frissíteni. És nekünk, maikor embereinek nem más a dolgunk, mint hogy többet hagyunk az utókorra, mint amennyit mi kaptunk elődeinktől. Ugyanúgy, ahogy Fischer Mohr is tette, hiszen ő is többet hagyott hátra, mint amennyit elődeinktől kapott. Fischer Mohr volt az, aki egyszerre testesítette meg a tradíciót és az innovációt a Herendi manufaktúra gondolkodásában. Fischer Mohr volt az, aki a 19. században a Herendi manufaktúrát a világkiállítások útjára engedte. Legemlékezetesebb az 1851-es londoni világkiállítás, amikor Victoria királynő egy egész készletet rendelt Windsori kastély számára, az ő tiszteletére mind a mai napig ezt a Fischeri gondolatból kipattanó mintát Victoria mintának nevezzük. Aztán Fischer Mohr volt az, aki folyamatosan kísérletezett. A kaolin fölfát és a kvarc házasításából próbált kiváló minőségű porcelánt előállítani. És mind a mai napig, bár tudjuk, hogy a porcelán a kaolin fölfát és a kvarc házasításából ered, mégis ahogy ez az ő korában volt, így ma is a manufaktúra félfeőrzött titka. Fischer Mohr volt az, aki az egyediséget hintette és meggyökeresztette a Herendi porcelán manufaktúrában. A generációról generációra felhalmozódott szaktudás, eleményességet, megtemalkovást, mindaz, amely egy sikeres manufaktúrához elengedhetetlen. Fischer Mohr volt az, aki folyamatosan újabb és újabb termékeket hozott a manufaktúra falai közé. Több ezer forma, több ezer festett mintából, több milliós termékválaszték ellenére évente újabb és újabb Herendi alkotásokkal lepte meg a manufaktúra közösségét és a nagyvilágot. És Fischer Mohr volt az, aki azt gondolta, és mind a mai napig mi is az ő örökségen már úgy gondoljuk, hogy a Herendi porcelán manufaktúra nem csak egy sikeres gazdasági vállalkozás, de egy kulturális missziót hordozó, szolidaritás talaján nyugvó közösség is. És ahogy Nagykövet úr szavainkból is elhangzott, Fischer Mohr volt az, aki a zsidó kultúrát megteremtve Herenden, ezt a manufaktúrát a fejlődés és a folyamatos megújulás útjára állította. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! Minden egyes alkalom, amikor mi így összegyűlünk, ez valójában egy ünnep. Így a mai nap is egy ünnep. Ünnepeljük a Fischer Mohr örökséget, ünnepeljük azt a zsidó kultúrát, amelyet Herenden ő megalapított. Ünnepeljük a műtárt kedvelő és múzeumot látogató közönséget, akik nap után megcsodálják a műalkotásokba zárt varázslatot. Ünnepeljük a türelmet és a kitartást, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki a festőecset kezdeti nehézségeitől eljusson a műalkotást alkotni képes művészig. És ünnepeljük a csupa nagybetűvel írt porcelánt, amely évezredek óta embereket, városokat, földrajzi régiókat köt össze, és jelenít meg a jövő számára. Engedjék meg, hogy az Önök jelenlétében is megköszönjem Nagykövet úrnak azt a segítséget, amelyet ennek a mostani kiállításnak a megrendezéséhez kaphattunk tőle. Köszönjük igazgatóasszonynak ugyancsak sok-sok segítségét, amely nélkül ez a ünnepi alkalom ma nem jöhetett volna létre. És úgy élik, hogy ha kiállításra jövünk,
akkor egy emléket is hagyjunk magunk mögött, ahogy ezt Fischer-Bohr is tette, jeleket kívánunk hagyni önmagunkból másnak a jövőre. Ennek az ünnepi alkalomnak a tiszteletére, és annak az évfordulónak a tiszteletére, amelyet Izrael állam ünnepel, engedjék meg, hogy a múzeumnál hagyjunk a következő generációk számára egy nagyon szép emléktárgyat. Azért, hogy hirdesse ennek a közösségnek és ennek a múzeumnak a kiváló tagjai és kiváló kollégái. Úgyhogy kedves igazgató, azt engedje meg, hogy átjátsanak.